mindenkinek. Helyedik a mamámon. Július 21-én reggel, 17 fok van egyébként. Brutálisan visszaesett a hős, egy nagyon kellemes idő van. Tegnap előtt még 25 fok volt reggel. Tehát 17 fok van. Most van, azt mondja, 6 óra 15 perc. Már feltartottam 3 kanna AdBlue-t a gépbe. Úgyhogy már megint hasítom, mint állat. Na, amiről beszélni akarnék, az egy hát elgondolkodható dolog. Valamikor volt egy úgynevezett Szovjetunió, aminek a befolyási övezete volt Magyarország. Háború után felosztották az országot a 3 nagy, Churchill, Roosevelt háborúban. Nem tudom, hogy azt mondom, hogy Jaltában még ott volt. Igen, Jaltában még ott volt Roosevelt. Talán Jaltában osztották fel már, hogy a háború vége felé. Teljesen mindegy, de felosztották a világot. Szovjetunió egy pólus, Amerika második pólus, másik pólus, és egy védőzóna Európa felé, a Szovjetunió és Európa között. Amikor a Magyarországnak nem tetszett amikor belelovolták, amikor a kommunistán és kommunistában akartak lenni a vezetők, Rákosi, Gerő, Marosán, stb., akkor fellázadtak a magyarok, jött egy forradalom, leverték az oroszok. Politikailag nem nagyon lehetett más platformon lenni, mint a kommunizmus. Gazdaságilag volt egy nagyon kényelmes helyzet, egy úgynevezett KGST, ahol nem kellett semmit fejleszteni egy országnak, mert akármilyen szart gyártott, azt elcserélte ugyanolyan szar termékre egy másik szocialista országgal. A gazdaság így működött, egy langyos víz volt az egész, de volt egy bizonyos fokú alapjólét, lakáshoz tudott jutni mindenkinek, mindenki dolgozni tudott, el tudott menni mondjuk a Balatonra nyaralni, 5 évente külföldre, mondják, hogy ilyen-olyan diktatúra volt, kérem szépen lófaszt. A 70-es, 80-as években, ha egy melós elkezdte szidni a kommunistákat, soha semmi problémája nem lett belőle. Még a rendőr mellett is szidhatta a kommunistákat. Akiket megfigyelte, az értelmiségiek voltak, azokat valahol megfigyelték, követték, stb. De a melósokat, a lefújó szelepet, azt meghagyták azért Hofin keresztül, meg a melósok. Addig jó, amíg röhögnek a anomáliákon, ez volt a Hoffi-féle lefújószelep, és addig jó, míg ki tudja kiabálni magából, hogy büdös kommunisták. Amikor csönd van, akkor van baj. Ezt nagyon jól rájöttek a kommunisták, egy ilyen rendszert építettek fel. Ott voltak a fegyverek, orosz támaszpontok Magyarországon. A Kádár felismerte, hogy adni kell a népnek, és akkor csöndben marad, és egy ilyen nagyon langyos kádári posványban leledzettünk addig, amíg aztán a külföldi bankok pénze el nem fogyott, tovább finanszírozni nem lehetett, kellett egy rendszerváltás. A rendszerváltás hűha, most aztán nagy demokraták legyünk, most lehet szabadon utazni, csatlakozunk a NATO-hoz, vörös Varsói szerződésből ugye megszűnt, na akkor egyik faszt kiengedtük a szárból, na kapjuk be gyorsan a másikat a NATO, ott a NATO bré, hajrá, csatlakozzunk rá, mint borjú az anyacsöcsére. Oké. Na, jött az Európai Unió, Bécsbe mindenkinek kávéháza lesz, minden lehetőség, szabad munkavállalás, baromi jó és szép, szép és jó a világ. Ha viszont a mostani helyzetet, amikor belépünk az Unióba, az egy normális szervezet volt. Ha a mostani állapotokat nézzük, mikor most hallom, hogy Ursula meg akarja szabni azt,
hogy az EU tagállamok mondjuk 15%-ra csökkentsék a gáz felhasználásukat, és mindenbe beleszólnak, ami létezik. Most ehhez az Európai Unió jelenlegi politikai és gazdasági közösségéhez képest a szovjet diktatúra az egy demokratikus szabad állam volt. Egy demokratikus szabad állam volt ahhoz képest, ahogy most az Európai Unió viselkedik. Kérem szépen. Elképesztő az, hogy mennyire diktatórikus eszközökkel próbálják érvényesíteni. Hát éppen csak meg nem szállják a NATO csapatok mondjuk az országházat. Mondjuk ez még hiányzik, nem hiszem, olyan nagyon messze van a dolog. De lassan már ott tartunk. Most a Magyarország ezer év alatt millióféle nemzet keresztül gázolt rajtunk, vagy a befolyását érvényesítette. Tatár, törött, német, orosz, ami létezik. És végre, amikor szabadok lehettünk volna, akkor nem jó, szabadok vagyunk, de hogy is, végre jött egy rendszerváltás. Végre szabadok lehetünk, nem jó. Nekünk másik csöcsre kell rácsatlakoztatni, rácuppannunk, mert az milyen jó lesz, mert ott fel fog zárkóztatni, mert olyan felzár, és olyan gazdaság lesz, hogy hát igen, látjuk, hogy mi lett a vége, látjuk, hogy mi az eredménye, látjuk azt, hogy mennyit küzd a magyar kormány az unióval, hogy az unió sem tudja, hogy hova menjen és mit csináljon, hogy arra alkalmatlan seggfejek és korrupt és szerencselovagok irányítják az egészet. Hangyafasznyival sincs kevesebb korrupció, mint mondjuk a szovjet érában volt Magyarországon, vagy bármelyik államban. Nagyon, ugye mindig mennek ezek a hizék, hogy itt a kinek a számláján ennyi, meg annyi euró, dollárkat nem tud elszámolni, nem érdekes, semmi következmény nincsen. Körülbelül olyan az Európai Unió, mint a baloldal Magyarországon, bármit tehet, semmilyen következménye nincsen. Bárkit megfoghatnak korrupción, semmilyen következménye nincsen. Háttérben mennek a mutyik. Tökéletes baloldal. A magyarországi baloldalt az már a jobb oldalnak sikerült beledöngölni a földbe. Ez nyilvánvaló. Látszik. De az Európai Uniós balliberális erőkkel még óriási küzdelem lesz, és még a kérdéses a nyerés lehetősége is. De óriási hiba van. Én elhiszem, hogy az ország gazdaságilag nem lenne ott az unió nélkül, most van. Elhiszem, hogy csomó dolog nem épült volna meg az unió nélkül, mint ami megépült. De megérte? Az önállóságot feladni, a szuverenitásokat feladni, minden önbecsülésünket feladni, a szabadságunkat feladni. Hát ezért a szabadságért harcolt a Magyarország ezer éve. Harcolt a török ellen, a német ellen, az orosz ellen. Ezért a szabadság. Végre kivívta, és ezt most szabadságnak nevezzük, ami most van. Ez mennyiben szabadság? Ha már ott tartunk, hogy hát azt mondja a marharépa, hogy hát szerencsésebb országoknak a gáz készletét el kellene osztani a kevésbé szerencsés, kevés gázzal rendelkező uniós ország anyád. Mi van? Jó barát, mi van? Szóval
Nem az arról van szó, hogy az ember jobbnak tartja nyilván egy szovjet diktatúra, nyilván egy kommunista diktatúra nem jó. Értelemszerűen. Nem jó. Nem is jutott a semmire. Igazából a nyugathoz képest. Azért megvolt ott a óriási nagy különbség. De szabadságról most beszélhetünk? Magyarország szabad, független és szuverén ország? Tegyük már fel ezt a kérdést. Szabad, független és szuverén ország Magyarország? Gyakorlatilag Magyarország pénzért, EU-s pénzekért eladta magát. Az ország eladta magát. A politikusok eladták az országot EU-s pénzekért. Ez történt. Lehet ezt másképp megfogalmazni? Csak kérdezem. Lehet ezt másképp megfogalmazni? Szóval döbbenet, hogy hol tartunk és hogy mifelé haladunk. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy hova képesek süllyedni emberek, hogy mennyire nem látnak két lépéssel előre, és mennyire nem látják azt, hogy amit most csináltak ebből a Putyin szankciókkal, meg a putyinális politikával, azt váltotta ki, hogy Putyin lenyomta a világot, mint a bélyeget. Iszonyatosan nyerésben van. Iszonyatosan nyerésben van, és a nyugat meg vesztésre áll. Ilyen egyszer történet. Ilyen egyszer történet. Mi az eredménye a nyugatnak Putyin elleni bármilyen megnyilvánosára? Mi az eredménye? A szankcióknak, a fegyverszállításoknak, a propagandának, mi az eredménye? Az igazta világon semmi. Az lett az eredménye, hogy Putyin az Oroszország kibaszottul meggazdagodott, bármeddig tudja finanszírozni mind a gazdaságát, mind a háborút, népjóléti intézkedéseket hoznak háború esetén, példátlan a világon, példátlan, emelik a nyugdíjakat, a minimálbéreket, az elfoglalt területekre építik újjá, vezetik be az orosz közigazgatást, brutális pénzeket tolnak be az elfoglalt területekre. Ki nyert? Akkor kérdezem. Hol van a nyugat? Hol van Amerika? A maga alávizelő elnökével? Ha? Szóval gondolkodjunk azon, hogy Magyarországon szabadság, szabad Magyarországban, független Magyarországban, szuverén Magyarországban, vagy egy csatlós állam valami himi-humi szervezetnek. Mert én úgy látom, hogy egy csatlós bábállama leszünk, próbálják tenni Magyarországot egy ilyen himi-humi szervezetnek, ami a vesztébe rohan. Telenyomták Nyugat-Európát migránsokkal, jó melós, agysebész, termelő tömegekkel, mint tudjuk, úgy termelnek, mint egy isten, pörgetik a gazdaságot, mint a szél, csak én akartam mondani egy hirtelenjében. Úgy tartotta a szóbeszéd, hogy
A csendbiztosok tutyia kegyhely volt a szegedi várhoz képest. Nem csak azt hagyta el a remény, akit ide bekísértek, hanem azt is, akit pusztán tanúként idéztek meg. Ezzel kapcsolatban az a mondás is járta, hogy Rádai főbiztos idéző levele pirosra festett. Na kérem szépen, mai reggelim hány fok van kérdete? 20 fok van. Nagyon visszaesett, úgy de gyönyörű vagy. Gyönyörűség. Lazanya. Gyönyörű, szép lazanya. Forró. Hát igen. Hűtás valaki, hogy hozzak már pacalt. Megjel igen. Kérlek szépen, az a baj, hogy törődni nincsen. Van egy boltan Londonban, évente egyszer el szoktunk menni. Food X az neve. Ez román-magyar volt, és minden valami magyar, meg román. Az tele van ilyen konzervekkel. Pacal konzervvel is. Ott van. Lengyelre boltorban is van pacal. Lengyelkor flaki. Flakinak hívják a pacalt. De nem pörköltesen a megcsinálva, hanem ilyen félig pörkölt, félig leves formában. Tény, hogy nagyon szeretem a pacalt egyébként. Hozzáteszem, hogy kevesen tudják, de a legjobb pacal az a birka pacal. Birka pacal. A birka pacal teljesen más, mint a marha pacal. Sokkal-sokkal finomabb. Bár hát a marha pacal is finom, de a birka pacal a legfinomabb. Nagyon finom. Ez marha lazanyám. Kicsit oda is érjed, de az csak javít rajta. A lebbes tészta kicsit meg van pirulva. Az sok javít rajta.
Hát igen. Olaszok azért tudnak főzni egyébként. Az olasz és a török konyha az, ami a magyar mellett említésre méltó. Az olasz étterem, a török étterem, az mind-mind azt mondják, hogy azt mondom, hogy az rendben van. Az rendben van. Mi a faszér? Ez rendben volt. Kolléga, ki van akadva a csajon. Most éppen őt rakodja, az előbb már ide jött panaszkodni. Kiszálltak éppen a kolléga, Valentin, ide jött panaszkodni, hogy kilóként kell rakni az autót. Tartja a csajt. Kíváncsen ezzel mi lesz a kifejlet, kifejlet.
Viszont a nyugati gyárak nem ezekre a szabványokra vannak hitelesítve. Tehát ebből a szempontból a következő eteknek a másik, ami kérdése az lesz, hogy a visszatlátózást meg tudják-e oldani, vagy pedig végképp kifogynak ebből a szabványokra. Belefordulok a falral, és akkor utána meg balére. Horváth József, köszönjük a beszélgetést, és ha már többek között az energiahordozókról is beszéltünk, Brüsszel attól fél, hogy Európában nem lesz elég gáz, ezért spórolásra szólította fel a tagállamokat. A tervezetben egy egységes 15%-os csökkentés szerepel. Brüsszelből tudósított Szőkhelyi Katalin kollégánk. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke szerint reális forgatókönyv az adott gázszállítások. Szerencsén nekem megrakni ezt a szerencsétlent.
Na, mi lesz veled? Semmit. Hát nem is raktam rá semmit. Ó, te jó vagy a világ. Hát nem is raktam rá semmit. Thank you.
tökéletes. Milliméterre tökéletes. Milliméterre. Faszomba. Hát nem érti meg, hogy jól van.